Az elmúlt egy év valamivel kiegyensúlyozottabb, stabilabb és eredményesebb volt a kis- és középvállalkozások számára a korábbiaknál. Hangzott el az idén második alkalommal megrendezett vállalkozói reggelin Máté Szalkán. A rendezvényen Hanusi Péter polgármester bemutatta a következő másfél év városfejlesztési terveit, amelyben jelentős részt képviselnek a zöldövezeti beruházások, parkrendezések és infrastruktúrafejlesztések. A jelenlévőknek lehetőségük volt szakmai tapasztalat cserére is. Kifejezetten idézőjelbe mondom, elvárás, hogyha van valakinek valamilyen felvetése, észrevétele, olyan ötlete, ami előre viszi a várost, akkor gyakorlatilag ezzel most álljon elő. Nem tudom hirtelen felidézni, de egy kezemen nem tudom megszámolni, hogy hány ötlet jött különböző vállalkozóktól, hány terv, hány elképzelés, fejlesztési lehetőség, amiben nyilván a városnak segítenie kell. Ez lehet egy településrendezési terv módosítás. Ez lehet valamilyen segítség, mondjuk energiaszolgáltatókkal kapcsolatosan, hogy mondjuk legyen elég áram. Százféle dolog lehet. És a lényeg az, hogy én mindig elmondom, hogy engem keressenek a legapróbb kérdésekkel is. Azért, mert mi csak úgy tudunk boldogulni, már az előbb is elmondtam, hogy ez a vállalkozások haladnak, Máté Szalkai munkahelyeket teremtenek, és így tulajdonképpen nekik köszönhető az, hogy Máté Szalkán olyan a munkanélküliségi ráta, mint amilyen. Ezelőtt 10 évvel, amikor a polgármesteri széket átvettem, közel 10% volt a munkanélküliség, most 3,2. A vállalkozói reggeli beszélgetései ezt az adatot is tovább javíthatják. A cégek ugyanis együttműködve tudják hatékonyan fejleszteni tevékenységüket, valamint saját és így a város gazdaságát. Ehhez pedig időnként új befektetőkre és vállalkozókra is szükség van. Büszke vagyok arra, hogy az elkövetkezendő időben, másfél évben, ami biztosan megvalósul, az egy 3,8 milliárdos fejlesztés. 11 pályázatot adtunk be a megyei top fejlesztési forrásaira. Bejelentettük, hogy ebből 10-et el is nyertünk. Egy került tartaléklistára, ez pedig az ipari park bővítés, ami önmagában egy 1,1 milliárdos projekt, ez 60 hektárnak a feltárását jelenti. Mivel a megyei topos keret tartaléklista legelső helyén ez a beruházás áll, megmondom őszintén, nincsenek aggályaim afelől, hogy ezt előbb-utóbb elnyerjük. És akkor megint új lehetőségeket tudunk majd Máté Szalkára települni vágyó vállalkozásoknak nyújtani, viszont legalább olyan fontos, hogy elősegítsük a helyi cégeknek a terjeszkedését. Az önkormányzat ebben minden segítséget megad a vállalkozóknak, hiszen a multinacionális cégek mellett a több mint 1200 kis- és középvállalkozás adja a város bevételének gerincét.